A gépjárműadó befizetési rendje és mértékre továbbra is változatlan a kerületben. Annak, aki január 1-én birtokolja az autót, adott évben a gépjárműadót meg kell fizetnie. Ennek esedékessége március és szeptember 15. Változott az építményadó nagysága, az önkormányzat az infláció mértékéhez igazította annak díját. Azok a magánszemélyek, akiknek tulajdonában lakóház, lakás, telek vagy 16 négyzetméternél kisebb garázs van, tulajdonukról bevallást kell benyújtaniuk. A képviselőtestület döntése alapján adófizetési kötelezettség azonban továbbra sem terheli őket. A bevalláshoz szükséges nyomtatványt a bp18.hu honlapon a nyomtatványoki korra kattintva tölthetik le, vagy személyesen felvehetik a Pest-Szentimrei és Lőrinci ügyfélszolgálatokon. Habár a bejelentési kötelezettség évek óta érvényben van, eddig kevesen éltek ezzel a jogukkal, mostantól viszont számon kérhetik a formanyomtatvány kitöltésének hiányát. A lakás önmagában az adóköteles. Ellenben adómentességet élvez az, aki magánszemély. Tehát ha magánszemélyként nekem lakásom van, akkor nincsen adófizetési kötelezettségem, tehát egy forint adót sem kell utána fizetnem, de ehhez kell az adóhatóságnak a döntése. Márpedig az úgy tudja megtenni a döntését, hogyha valaki beadta a bevallását, jelezte benne, hogy ugyan van lakása, de ő magánszemélyként a tulajdonosa annak, és akkor az adóhatóság hoz egy határozatot erről, hogy XY-nak nincs ilyen adófizetési kötelezettsége. Az adótörvény előírja a mulasztási bírság megfizettethetőségét, vagyis aki nem jelenti be tulajdonát, az bírságot fizethet. A telekadó mértéke nem változott, és továbbra is fennáll, hogy lakó ingatlanhoz tartozó telek esetében nem kell fizetni.